Hello, ez itt a Slime, a torkorogat politika hétközi adása, a Feles, amivel szerdánként igyekszünk hozhatni a ködöt aktuális politikai kérdésekkel kapcsolatban, hogy pontosabban lássuk, miről is van szó valójában. Jövő hétfőn a Párbeszéd Magyarországért meghívására Budapestre látogat Yanis Varoufakis, a görög Szíriza egykori pénzügyminisztere. Varoufakis mostanság saját pán-európai mozgalmával a DM25-tel haknéza körbe Európát, amelynek célja az EU döntéshozatalának demokratikusabb áttétele. Ugyanis a szélsőjobb előretörése mellett az elmúlt években egy másfajta politikai projekt is megjelent a kontinensen és Észak-Amerikában. Ez az új baloldal. Varoufakis mellett ezt olyan csoportok és politikusok képviselik, mint az amerikai Bernie Sanders, a brit Jeremy Corbyn, a spanyol Podemos, a görög Syriza, a lengyel Razem, vagy a horvát Élőlánc, amely épp most vasárnap szerzett 8 helyet a parlamentben. Ezek a politikusok és pártok mind az elmúlt évek tömegeket felrázó mozgalmaiból, a megszorítás ellenes tömegmegmozdulásokból, a lakhatási és szolidaritási mozgalmakból nőttek ki. Ezekről a mozgalmakról egyébként korábban itt beszéltem bővebben. Mivel idehaza a sajtó és a közvélemény a vörös minden árnyalatától begőzöl, ezért most következzen 4 fontos állítás arra vonatkozóan, hogy mire nem törekszenek ezek a mozgalmak. Nem kommunisták. Az újbalosok ellen felhozott leggyakoribb érv, hogy elborult forradalmárok, akik fel akarják számolni a magántulajdont és a piacgazdaságot. Azonban, ha ránézünk a programjukra, akkor olyan méltányolható szociáldemokrata követeléseket találunk, mint a mindenki számára hozzáférhető egészségügyi ellátás és felsőoktatás, a lakhatáshoz való garantálása, a gazdagok és nagyvállalatok igazságosabb adóztatása, illetve a közösségi javakba, például infrastruktúrába, szociális lakásrendszerbe és jóléti szolgáltatásokba való állami befektetés. És persze az, hogy a gazdagok hibáért ne a szegények fizessenek megszorítások formájában, hanem nekik, a szegényeknek, tehát a többségnek, és legyen beleszólás abba, mit, hogyan és miért költünk a közösből. In my view, maybe it's a radical view, I don't think so. If somebody works 40 hours a week in the United States of America, that person should not be living in poverty. Sok újat nem kínálnak a régi szociáldemokratákhoz képest, ám felismerték azt, hogy a jelenkor baloldali politikusai beálltak a gazdagok és hatalmasok mögé, az emberek többségének boldogulásával pedig már senki nem törődik. Nem szélsőségesek. A holnap bizonytalansága, a helyben toporgó reálbérek, a kilátástalanság, munkanélküliség sokszor a szélsőséges politikai vállalkozók malmára hajtja a vizet. Akik aztán gyűlöletet, kirekesztést, megvetést és a szabadságunk elvesztését hozzák, miközben a gazdasági viszonyokon mit sem változtatnak. Az új baloldal ennek a fordítottját ígéri, a megbélyegzés helyett elfogadást, a szabadság elvesztése helyett pedig annak kiteljesedését hirdeti, kéz a kézben az igazságosabb és demokratikusabb politikával. Céljuk, hogy az állampolgároknak minél nagyobb beleszólásuk legyen a döntések meghozatalába, a sorsukról ne a politikusok, és pláne ne az üzletemberek döntsenek hátsó szobákban, luxus éttermekben, vagy egy foci meccseken. There are problems related to the economic crisis, but this economic crisis is a consequence of a political crisis, of a profound democratic crisis. We've had a form of government where the political elites had a cozy relationship with the economic elites who have ruined the economy of the country. Az új baloldal egyik legfontosabb célpontja a korrupció. De a korrupció számukra nem korrupt személyek kérdése, nem annak a kérdése, hogy ki fizet le kit, ki szab testre kinek törvényt, ki nyer sorra közbeszerzéseket, nem. Számukra a hiányos rendszer, a hiányos demokrácia kérdése, amiben az átlagembernek nincs valódi beleszólása a politikába, mert a gazdagok és a hatalmasok hoznak minden döntést. La corrupción se puede identificar con Bárcenas, se puede identificar con presidentes que no se pagan los viajes, que no se sabe si son privados o no son privados. Pero eso no es más que la punta del iceberg. La corrupción es un régimen que permite que 20 personas tengan la misma riqueza que 14 millones de personas. Eso es por definición un régimen corrupto. Nem elszállt hippik. Mondhatnád, hogy mindez szép és jó, de kormányozni már nem ilyen könnyű. Azonban a valóság azt mutatja, hogy a helyes politikai szándék mellett igenis el lehet érni pozitív változásokat. Tavaly Spanyolországban rengeteg újbalos polgármester került a legnagyobb városok, köztük Madrid és Barcelona élére. Az ő munkájukat figyelve inkább látunk a polgárok érdekében, de ez együtt pragmatikusan kormányzó embereket, mint sem elborult idealistákat. Manuela Carmena, a Madrid polgármestere például egy év alatt 1 milliárd euróval csökkentette a kontinens egyik legeladósodottabb városának költségvetési hiányát úgy,
hogy közben az ostor nem a város szegényein csattant. A kilakoltatások elleni aktivistából Barcelona polgármesterévé avanzsált Ada Colau 100 millió eurót különített el a szegénységben élők számára, a lakatáshoz való jogarantálására és rezsicsökkentésre, no, nem arra, ami az úszómedencék fűtésén való spórolás segíti elő, hanem olyanra, ami tényleg a rászorulókon segít. A két városvezető mindeközben ráncba szedte a közműveket, városi cégeket, és mindez csak pár dolog, amit ezek a szörnyű idealisták megvalósítottak alig egy év alatt. Nem Európa ellenesek. A görögválság idején az európai újbaloldal úgy híresült el, mint valami putyinista összeesküvés, amely szét akarja verni az Európai Uniót. A görögökre erőltetett megszorításokról azóta az IMF szakértő is elismerték, hogy elhibázottak voltak, de a brüsszeli megszorításokat kritizálóknak azóta sem sikerült lemosniuk az Európa ellenesség vágyát. Pedig amit a kritikájukkal elérni szeretnének, az az, hogy a széthullás helyett az EU rázza meg magát, nyissa ki a döntéshozatalát a polgárok előtt, és vizsgálja fölül elhibázott döntéseit, hogy így egy elejét a bukásnak. Ahogy Varoufakis mozgalmának kiáltványos hirdette, az EU demokratikussá válik, vagy szétesik. Feel it in my bones that all of us, we have a duty to band together across borders throughout Europe to prevent this decline, this degeneration into an ultra-right wing cesspool of xenophobia, of deflation, of loss of jobs, and this is something that we can only fight. Kiszélesítenék a demokráciát, több teret adnának az embereknek, szelidítenének a piacon, képesek kormányozni és Európát is megmentenék az új baloldal, emiatt válik populistává, kommunistává, kormányzásképtelenné és euroszkeptikussá. Már önmagában az a tény, hogy így állíthatják be őket, mutatja, hogy mennyire jobbra tolódott a politika, mennyire az igazságtalanság és a korrupció vált a normává. Ha ennek a rendnek a felforgatása teszi őket veszélyessé, akkor itt, Magyarországon is erre a veszélyre van szükségünk. Que no se atrevan a utilizar la palabra patria los que tienen dinero en Andorra, dinero en Suiza o dinero en Panamá. Que no se atrevan, somos plurinacionales y decimos patria para hablar de servicios públicos, para hablar de decencia, para hablar de instituciones que protegen a la gente. Ha a fentiek felkeltették az érdeklődésed, akkor próbáld magad szabaddá tenni, és nézz el a hétfői konferenciára, ahol az Európai Újban nemzetközi nagyágyúitól hallgathatod meg, hogy mi kell ahhoz, hogy az Európai Unió ne csak gazdasági, hanem végre valóban közösségi projekté is váljon. Legközelebb szombaton jelentkezünk, addig is, ciao. Thank you.